Jó estét kívánok! Nagyszerű építmények vagy romantikus romok, amelyek a magyarok évszázados küzdelmeinek tanúi és emlékei. Nem mások ezek, mint a várak, amelyekből határokon innen és túl meg annyi porlik, de születik is újjá. Mai műsorunk a magyarországi várakkal foglalkozik. Nézzük, mi mindent érintünk ezúttal az M5 históriában. Újjászületőben Hollókővára. Minek köszönhető, hogy egyre több a rekonstrukció, hol vannak a határok? Miként épülhetett fel ismét Füzér, vagy újulhatott meg Eger és Mosonmagyaróvár? Vizuális multidézés. Rajzokon, animációkon elevenedtek meg először az elpusztult erősségek. A 48-49-es szabadságharc küzdelmeinek helyszíne, a budai vár és a komáromi erődök is újra a figyelem középpontjában. Vannak, akik kulturális céllal, és vannak, akik például egy túra részeként keresik fel a várakat. Ha valaki Hollókőre látogat, és nem rest felkapaszkodni a falu túloldalán a domboldalra, igazán különleges élményben lehet része. Az ősi erősség romantikus romjai már nem pusztulnak tovább. Mondhatni, visszakapja vár formáját. Hol kőhalom volt, most újra vár áll. A csupasz falakat megint tetővédi az időtől, a csonk helyén pedig ismét torony magasodik. A Cserhát lankái között romjaiból születik újjá Hollókővára, amelynek lezárult az 1700-as évek óta tartó pusztulása. Fábolácsolt fedélszék és palatető koronázza az öreg tornyot, újrááll a lovakterem, faragott ajtókeretek és kandalló varázsolja vissza a középkori hangulatot. A Kacsics nemzetség fészke, mint meg annyi magyar vár, a tatárjárás után kezdett kiépülni. 1312-es év az a jelentős év, amikor ez a vár az első ostromát éli át. Csákmenti oldalán harcolnak, Károly Róbert szeretné megszerezni ezt a várat. Sikertelenül. A vár kitartott, ameddig Csákmáté élt. Az új tulajdonosok a Széchenyiek, majd a Guti ország família lett. Amikor is egy úrnője lesz ennek a várnak, Guti ország Zsófia. Ez a várnak az életében ez egy furcsa történet, hogy úrnője van és nem várura. A várat apró mérete ellenére az oszmánok elleni védekezésbe is bevonták. Még egyik kapitánya még bajt is vívott a török agával, utóda egyszerűen feladta az erősséget. A törököktől, akik főként raktárnak használták, a lengyel király Szobieszki foglalta vissza. Az elhagyott vár köveinek jó részét fokozatosan széthorták. Állagának megóvásához csak 50 évvel ezelőtt fogtak hozzá. Olyan is volt, aki azt mondta 80-as évek végén, hogy ez a várnak így kell örökké kinéznie, egy követ se lehet hozzátenni vagy elvenni, mert így a világ örökség része. A valódi helyreállításokra egészen a 2000-es évekig kellett várni. Kettő részre tudtunk fedni, a 13. században épült részeket, a várudvarán pedig a később épült gazdasági részt tudtuk felépíteni. Ez egy nagyon nagy lehetőség volt, látva az, hogy milyen jó, hogyha nem csak két pince van mindössze lefedve egy várban, hanem még ugye a lovakterem, illetve a lakosztály lett teljesen ugye fedve. Egy óriási lehetőség volt arra, hogy kiállítást tudtunk rendezni. Az eső és hó okozta károkkal szemben, azonban továbbra is védtelen volt az építmény. Az öreg torony ugye a legfontosabb ilyen szempontból, hiszen az a legrégebbi. Ennek a tetejét kellett, hogy megcsináljuk, meg is kellett emelnünk azonnak érdekében, hogy tetőt tudjunk rátenni. A kilátás is onnan talán a legszebb, és ilyen szempontból az külön öröm, hogy meg tudott valósulni. Az elképzeléseket a tervtanáccsal folyamatosan egyeztetve alakult ki a végső változat, amelyben a kaputorony és a harmadik emelet befedése is bekerült. Így a korábbinál lényegesen nagyobb terület lesz látogatható. Ostromjátékot szoktunk tartani, ez korosztálytól független, ebben mindenki részt tud venni, aki éppen eljön. Vannak nagy rendezvények is, tehát várjátékok, az év során legalább két alkalommal. Játékokkal, ismeretterjesztéssel és kalandokkal várjuk mindazokat, akik ide érkeznek. A korábbi szigorú szabályok átalakításának köszönhetően az idei évtől már egy megújult és a korábbi állapotokat idéző vár fogadja Hollókőn a történelem és a romantikus helyek kedvelőit.
Ez van tehát Hollókön, de az egész országban láthatjuk, hogy megújulnak szerte az országban a várak és egyébként kastélyok is. Most erről beszélgetünk most Virág Zsolttal, a Nemzeti Kastélyprogramért és a Nemzeti Várprogramért felelős miniszteri biztossal, a miniszterelnökség munkatársával. Jó napot kívánok ennek! Jó napot kívánok! Miként döntik el azt, hogy melyik várat vagy melyik kastély, de most a várakról beszéljünk elsősorban, újítják fel? Gyakorlatilag az állami tulajdonú várak és kastélyok kerülnek be a Nemzeti Kastély és Várprogramba. Valóban ez az épületállomány eléggé heterogén, és éppen ezért sokrétű, 29 szempont alapján vizsgáltuk meg, hogy melyek azok az épületek, amelyek bekerüljenek a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram első ütemébe. Mondjon egy-két szempontot, a legfontosabbakat. A művészettörténeti érték, a történeti érték, a földrajzi elhelyezkedés, de például az is fontos szempont, hogy turisztikailag mennyire fejleszthető, vagy éppen mennyien az állékonysága az épületnek, hogyha el van törve az alap, és mondjuk egy kastélyszárny már a ledőléssel fenyeget, vagy egy vártorony, akkor mindenképpen prioritás kell, hogy élvezzen annak a megmentése, konzerválása, helyreállítása. Az is fontos szempont, hogy helyben a közösség mennyire tudja majd hasznosítani, tehát van-e mondjuk egy élő közösség, amely azt a várat képes fenntartani, mint például Füzéren például ez a helyzet? Kétféle modell működik itt is, az egyik a NÖF Nemzeti Örökség Védelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., amely az állami tulajdonú kastélyokat vagyonkezeli. Ez egy professzionális állami műemlékfejlesztő, fenntartó, üzemeltető szervezet. Ugyanakkor vannak olyan várak, kastélyok, amelyeket már évtizedek óta egy-egy település, egy-egy önkormányzat vagyonkezel, és gyakorlatilag ezek az önkormányzatok tökéletesen felnőttek a feladathoz, kifejezetten kreatív módon üzemeltetik ezeket a várakat, kastélyokat. Itt a Nemzeti Várprogram keretében is van több ilyen helyszínünk. Itt ők a konzorciumi partnerek, velük közösen dolgozzuk ki a fejlesztéseket, és visszük végig, és utána ők lesznek az üzemeltetők is, illetve ők maradnak az üzemeltetők. És ugye azt láthatjuk néhány helyszínen már, ahol ez a munka nagyjából befejeződött. Nem is tudom, hogy van-e olyan, ahol már teljesen befejeződött egyébként? Kastélyok esetében igen, a várak az kicsit más jellegű fejlesztési lehetőség. Itt egy Mosó-Magyaróvár például jó példa arra, hiszen ott a palotaszárnyak állnak napjainkig, ebből kifelag ott így az egy befejezett helyreállításnak tekinthető. Ahol már így befejezés felé közeledik, ott azért az látszik, hogy megélénkül a turizmus, ott ilyen hagyományőrző csoportok alakulnak, éttermet alapítanak, szálláshelyek vannak, és hát egyáltalán a várat is üzemeltetni kell valahogyan, tehát a turizmus bevételéből tulajdonképpen a falu elkezd élni. Valóban így van, ez egyik legfontosabb szempontja a várfejlesztésnek, hiszen az úgynevezett multiplikatív hatások, a tovagyűrűző hatások, amik részben a kis- és középvállalkozásokra, azoknak a fejlesztésére tudnak kihatni, másrészt a munkahelyeknek a megteremtésére, megtartó erejének a növekedésére, vidékfejlesztési célokat szolgálnak, és ez szerencsére nem egy megvalósíthatósági tanulmánynak egy majd jövőben elérendő célja, hanem ez a valóság, tehát akár az empléni várak, akár más települések várai, ezeket már élik a mindennapokban, és történt egy paradigmaváltás üzemeltetési szempontból is. Így elmondhatjuk, hogy Magyarországon már 300 vár és kastély nyereségesen tud működni. Ez nagyon szép, az is nagyon szép viszont, ugye, mert mindez az identitásunk miatt fontos. Ugye 1686-ban robbantották fel a császáriak Regécvárát például, amúgy megígérték 1685-ben, amikor átadták nekik a kuruczok, hogy nem fogják felrobbantani és megőrzik majd. És Zrínyi Ilona azt írta az ottani levelek tanúsága szerint a fiának, Rákóczi Ferencnek, hogy nem baj, fiam, te csak érd becsületesen az életedet, lerombolják a váradat, te majd újjáépíted. Hát neki nem volt erre érkezése, hogy újjáépítse, de 330-340 év múlva mi újjáépítjük. Pontosan ön, ez nagyon jó munka lehet. Azt hiszem, sok boldogságot okozhat önnek, mert itt az identitásunkról, a múltunkról van szó. Valóban is a Regéczi várról is kiváló példa, hogy ott szerencsére párkány magasáig álltak a falak, lehetett látni a gerendafészkeket például az öreg toronynál, vagy a keleti palotaszárnynál. Így módon nagyon sok olyan információ megmaradt, és persze a levélteli forrásokat ne felejtsük el megemlíteni, a latin nyelvű inventáriumokat, vagy akár a magyar nyelvű levelezéseket, ami alapján nagyon sok mindent tudtunk a részben magáról, a várról, a kialakításáról, részben pedig a falai között zajlott életről, a hétköznapokról és az ünnepekről, és valóban a különböző pályázati rendszerek, akár a regionális operatív programok, vagy akár egy szlovák-magyar határon átnyúló pályázat segítségével ezek a várak így módon újjáépíthetők, hiteles módon, amikor ilyen sok információval rendelkezünk egy-egy részterületről, van tudásunk a várról.
És hát évszázados adósságot törlesztünk valójában. Na akkor menjünk tovább, de folytatjuk a beszélgetést mindjárt. Az egyik legismertebb és leginkább látogatott magyarországi vár az Egri. A most ott zajló építkezésnek része például a 16. századi kapubástya rekonstrukciója. Az őrszobában kiállítás lesz, az ágyudomb belsejében vetítőterem, a pincében pedig börtön kiállítás. Vagyis a kármentés, régészeti munka és felújítás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a látogatókat kiszolgáló egységekre is. Újraállnak a falai a Várkocs kapubástyának. Ez volt a belső várfő bejárata Eger 1552-es török ostromakor. A majdnem földig rombolt védmű több méter vastag falait újraemelték, elkészült a fából ácsolt tető, amelyekre már a cserepek is felkerültek. A kaput védő tornyot a 16. század végi formájában állították helyre. Még a felemelhető hidat, a farkasvermet is megidézik. 1542 és 48 között, amikor Perényi Péter az ország egyik leggazdagabb földesúrral foglalta Egervárát, akkor Varkos Tamást bízta meg az ő várkapitányát a vár erődítési munkálatainak koordinálásával. A dobóik, amikor védték 52-ben a várat, akkor már rendelkezésükre állt ez az ólasz rendszerű kapubástya. Lényegében ez a déli várfalnak az áttörésével nyitottak itt egy déli bejáratot. Az Egri vár Európa védőpajzsának, azaz a Magyar Királyság végvárrendszerének egyik jelentős eleme volt. Így lett a vár 1000 éves történetének leghíresebb eseménye, a nevezetes ostrom, amikor Dobó István 2000 fős védőserege majd 30-szoros török túlerővel szemben állt helyt. A mostani felújítások részeként megújul az ágyúdomb, és a cipóosztóház is visszakapja régi szerepét. A középkori, valamint a kora újkori gasztronómiát élesztik itt újjá. Itt főképpen állagmegóvó típusú felújítások lesznek, úgy mint a teljes déli belső várfalunknak a megújítása, illetve ide tartozik majd a szép bástya rekonstrukciója, a helyreállítása, és hát ami még számunkra nagyon fontos, hogy majd a későbbiekben ugye rendeződik a Hipolit kaputoronynak a helyzete is. Kevéssé ismert, hogy Eger egyike volt a Szent István király által alapított 8 egyházmegyei központnak. A Szent János Székesegyház eddig feltárt legrégebbi része a román stílusú főszentély. Körülötten több száz sírhely került elő, és egy lejárat Imre király síremlékéhez. Az egri püspök rezidenciája is itt volt, és ez volt a fő székesegyháza az egri püspökségnek. Később aztán az 1800-es években ez már püspökségből érsekségé alakult, akkor viszont ez a templom már elpusztult. Az egri püspökség volt Magyarország egyik leggazdagabb püspöksége, talán az esztergomi után a leggazdagabb, és hát ennek megfelelően egy hatalmas méretű székesegyházat építettek már a 12. századtól. A fejlesztések a turisztikai látványosságokra is kiterjednek, hogy a látogatók minél közelebb kerülhessenek a hely történetéhez, átélhessék a középkor hangulatát. Istennek nevében! Tűz! Az egri várba pillanthattunk be. Egerben is lesz folytatás? Az egri vár koncepciója, illetve a vízió, hogy melyik időhorizontot vesszük alapul a fejlesztésnél, az már korábban megszületett, és a folytatás az a modern települések program keretében fog megtörténni, hiszen ha visszapillantunk, a Szárkándi bástya felújítása megtörtént, most a Nemzeti Várprogram keretében a vár déli részeinek a felújítása zajlik, és a vár, amely bár Magyarország legláthatottabb vidéki vára, eddig nem esett át átfogó rekonstrukción, és ez nem is csak a falak megújítását, a statikai problémák elhárítását, a konzerválás, vagy akár a régészeti felterest érinti, hanem a várban lévő egyes épületeknek a gépészeti egy árammal történő ellátását, egy szóval az újjáépítését is. Az előbb említette azt, hogy meghatározták azt, hogy milyen időpontban lévő várat próbálnak újjáépíteni. Hogy határozzák ezt meg? A legutolsó időpontot, mondjuk Regécnél például a lerombolás előtti utolsó időpontot határozták meg, vagy azt, ahonnan van valamilyen dokumentum, amin el lehet indulni? Ez minden várnál egyedi mérlegelést igényel, és még ekkor sem biztos, hogy az információk nem állnak olyan szinten rendelkezésre, hogy lehet húzni egy olyan határt, ami úgymond profiltiszta lenne, hiszen egy vár is mindig változott, folyamatosan újjáépítették, bővítették, erősítették,
mindig reagált a tűzfegyverek fejlődésére, tehát nagyon nehéz egy ilyen időpontot kijelölni. A Régi Civártalan erre is egy jó példa lehet, hiszen ott a második Rákóczi Ferenc, amikor a gyermekkorát ott töltötte a Régi Civárban, az volt a vár kiépítésnek a leginkább kiépített, legfejlettebb verziója. Ez az 1670-es, 80-as évek, ugye? Valóban, tehát pont az 1686-os felrobbantás előtt, emiatt ott viszonylag pontosan meghatározható, de persze ott is voltak olyan előző periódusok, amikor visszabontottak falakat, vagy átalakítottak egy-egy kaput. Tehát az egyedi mérlegelés alapján egy széleskörű szakmai konzenzust szeretünk mindig létrehozni annak kapcsán, hogy mi is az az időhorizont, amiben egy-egy vár bele tud illeszkedni. Nézzük meg a Füzéri várat, nem csak azért, mert én múltkor nagy örömmel tettem ott látogatást, tényleg nagyon, hanem azért elsősorban, mert ott már a befejezés felé közeledik a felújítás, ha jól láttam. A Füzéri vár is elkészült egy olyan tervdokumentáció, mint egy lassan másfél évtizeddel ezelőtt, amelyet az akkori Országos Műemléki Tervtanács jóvá hagyott, és ez alapján indult el a várnak a rekonstrukciója, az újjáépítése. Itt is nagyon sok latin nyelvi inventárium felmaradt a várról, régészeti leletek, amelyek voltak széleskörűen elemzésre kerültek, és ennek volt köszönhető az, hogy a várfejlesztés el tudott indulni. És tényleg a vége felé tartanak már, vagy rosszul láttam, és még van ott munka bőven? Van még munka bőven, hiszen akár a Rimai házat, vagy akár a reneszánsz kertet, amiről a források elég sokrétűen beszélnek, ezek még a tervasszalon léteznek. Van például a Füzéri várban fent, azt hiszem valahol a tetőtérben egy Szent Korona kiállítás. Ugye ez sem véletlenül került oda, nem mindegyik várba kerülhetne Szent Korona kiállítás, de hát Füzér kitüntethet helye a magyar történelemnek. Valóban, hiszen 1526-ban ott őrizték egy évig a Szent Koronát, Perényi Péter koronaőre ebbe a várba menekítette a Mohácsi vész után. Így módon hitelesen lehet bemutatni magát a koronaőrzést, vagy akár a koronaőrök intézményét, és ez már egy olyan téma, amely kreatív módon kibontva egy rendkívül sokrétű tartalmat tud szolgáltatni, akár az alfa és az generáció számára is. És akkor erre rá is talált rögtön a falu, és jó példa arra talán, hogy a falu tulajdonképpen ebből a várból most él egy kicsit? Illetve az egész hegyköz turizmusára kihat, hogy évente 90 ezer látogató látogat oda. A szomszédban megnyílt a Füzér Adványi Károlyi kastély, amely 25 ezer látogatót fogadott szűk negyed év alatt, úgyhogy október 1-én nyílt meg. Tehát az Zemplén turizmus, a Tokaj Zemplén térség turizmusa folyamatosan és talán az országban legdinamikusabban fejlődik. Na akkor nézzük most egy másik példát, és aztán folytatjuk még a beszélgetést. Mintegy három év alatt született újjá a Moson-Magyaróvári vár, amelynek helyreállítása is igen összetett munkát igényelt, annak ellenére, hogy Magyarország egyik legépebben fennmaradt várának számít. Kétszer került a törökök kezére, akik kétszer égették porig. Ma mégis hazánk egyik legépebben fennmaradt erőssége, a Moson-Magyaróvári. A jelenlegi középkori eredetű belső vár a 14. és 19. század között újabb és újabb részekkel egészült ki. Földesurak, osztrák császárok, magyar királyok és királynék birtoka volt. A Szentgyörgyiek címere még ma is látható a várkapu boltozatán. A vár hadi jelentősége a Rákóczi szabadságharc után szűnt meg, amikor is elszállították az ágyúit. Onnantól kastélyként, majd iskolaként hasznosították. Ennek a várnak az életében egy nagyon fontos dátum volt az 1818, ugyanis az akkori tulajdonos, Albert Kázmér, Wittmann Antal segítségével létrehoztak egy agrárakadémiát, ami azt gondolom, hogy a mai napig nagyon fontos a magyar és európai oktatás és kutatásfejlesztés történetében. Az ősi falak közé így sokáig csak a tanárok és a diákok léphettek be. Az épületet 2021 nyarán a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram részeként 1,7 milliárd forintból rekonstruálták. A műemlék ma már megszépült külsővel, rendezett belső udvarral és új kiállításokkal a látogatók előtt is nyitva áll.
Az egykori nádori teremben a várurakról, Hunyadi Mátyás és a Szent Korona óvári kötődéséről szóló tárlat fogadja az érdeklődőket. A tervek szerint a fejlesztések tovább folytatódnak. A következő projektünk, ami hamarosan elindul, az a várkapitány épülettel szemben, a városban Balatonként, emblemként ismert épület, ami a főhercegi sörkert volt. Ez is megújul. Itt az Insula Magnak projekt keretében szigetköz, kutatóközpont, információs épület fog kialakításra kerülni, illetve még egy projektünk van folyamatban, ez pedig a tangazdaságunkat érinti, ahol az egyetem egy smart farmot fog kialakítani. A várfalakon belül a sétányokkal bővített parki úthálózat mellett több pihenőteret is kialakítottak, ahol kültéri kiállításokat és egyéb eseményeket lehet majd tartani. Folytatjuk Virág Zsolttal a beszélgetést, már csak azért is, mert azt láthattuk most itt Mosonmagyaróváron, hogy itt iskola is van, idegenforgalmi funkciók is lesznek, és más funkciók is, de hogy mindenhol meg kell találni azt, hogy miként lehet majd hasznosítani. Ez nagyon fontos része a felújításnak, hogy aztán ne menjen tönkre, hanem legyen gazdája. Mindenhol sikerül ezt megtalálni? Úgy gondolom, hogy igen, itt Mosonmagyaróvár olyan szempontból is érdekes, hogy tulajdonképpen az első magyar várprogramot indított el Albert Szászteseni herceg 1818-ban, amikor a használaton kívüli, kevés jó állapotban lévő középkori eredetű várat, ő 1818-ban egy felsőfokú mezőgazdasági szakképző intézménye alakította át. Az adott neki egy teljesen új funkciót, ami utána a magyar gazdászképzésnek a központja volt, és mindmáig az is. Most egy új funkció került még bele, az iskolai funkció megtartása mellett, hiszen a turizmus és a vendéglátás szempontjából kiemelt jelentősége volt annak, hogy legyen egy vártörténeti kiállítás, legyen egy intézménytörténeti kiállítás az egykori neves diákokról, bemutatásra kérnek a gazdászhagyományok, a rendkívül színes legendárium, és tulajdonképpen az egész vár restaurálásra kerüljön, hiszen 62 éve volt utoljára, például kívülről vakolat felholdva az épületre a Nemzeti Várprogram előtt, és ennek köszönhető az, hogy nagyon sok minden előkerült, ahogyan a riportban hallottuk, a Szent Györgyi és Bazini család címere, illetve számos más olyan lelet, amely tovább tudja gazdagítani mind a vár múltját, mindannak a tudományos feldolgozását, mint pedig magát a kiállítást. Nyilván minden várról lehetne sokat beszélnünk, például a Mosonmagyaróvárnál nem csak 1000 évről kell beszélnünk, hanem a 200 éves akadémiáról is most már, de nézzük meg a Szádvári várat egy kicsit részletesebben még. Nagyon sok olyan vár van Magyarországon, amelynek a rómjai néhány méter magasan, vagy talán még olyan magasan sem állnak. Itt mindenképpen a régészeti feltárás, illetve a levéltári kutatások kell, hogy az elsőjén álljanak. Utána dől el, hogy milyen információ mennyiséggel rendelkezünk. Ezen várak esetében is ugyanakkor kialakult egy olyan irány, amely különböző fából történő építkezésekkel, például egy kültéri kiállítás létrehozásával, vagy egy gyilokjáró helyreállításával, rekonstruálásával fel tudja öltöztetni a várat. Itt Szádvár esetében például az alsóvárból egy több mint 400 lépcsőfokból álló lépcső került kialakításra a felsővárba, amely összeköti a vár ezen két részét. Ugyanakkor a régészeti kutatások is folyamatosan zajlanak. A Szádvári baráti kör volt az, amely elkezdte katalizálni a helyreállítási munkákat, és egy speciális fejlesztés révén, hiszen ez egy olyan vár, ahova semmilyen közművet nem vittünk fel, semmilyen áramot, és a bakancsos turizmus egyik legfontosabb célpontjaként szolgál, annál is inkább, mert az országos kék túra is itt halad el, nem messze a vártól. Gyakorlatilag egy olyan fejlesztés irány bontakozott ki, amelyet tavaly 2021-ben műemléki komozdíjjal is kitüntettek. Éppen azért, mert az ilyen típusú várak esetében is létre lehet hozni olyan turisztikai vonzerőt, amelyet évente 30-40 vagy akár 50 ezer látogató keres fel. És az fontos, ugye, hogy ezek a várak hát nem mindig vannak településnek nagyon közelében, vagy éppen a településen, tehát tulajdonképpen a természetjárást is lehet vele ösztönözni, hogyha a parkoló nem ott van közvetlenül a vár alatt, hanem egy kicsit távol, azért mégiscsak sétálni kell 1-2 kilométert esetleg. Valóban ez a Nemzeti Várprogramnak egy fontos célja, illetve a 3 hete átadott Somlóvár esetében is ezt tűztük ki célul, ahol szintén egy kültéri kiállítás, sőt egy visual guide-os applikáció, mely iOS és Android platformról is letölthető, a vár történetét ismerteti a látogatókkal,
és a háromdimenziós rekonstrukciók segítségével pedig az is elképzelhetővé válik, hogy milyen is volt ez a vár az egyes építési periódusokban. Elvi rekonstrukciók révén, amelyet természetesen a régészeti leletekre lehet alapozni, remélhetőleg sok régészeti lehet áll rendelkezés, és akkor a háromdimenziós rekonstrukció is kellően pontos tud lenni. Nagyjából 30 program fut most, ugye? Igen, 12 vár és 18 kastély a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram első ütemében. Ki emelne egyet, ami az ön szívének a legkedvesebb? Mindegyik épület más-más szempontból természetesen fontos számomra is. Van, amelynek a művészettörténeti jelentősége, van, amelynek esetleg a története, vagy egy-egy olyan főnemesi család miatt. Így nem tudnék egyet sem kiemelni a 30 épület közül. Művészettörténész, ugye? Igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, az M5 históriával folytatjuk az országjárást és időutazást. Nézzük, hogy merre járunk még. Valóság vagy képzelet? Grafikákon és animációkon elevenedtek meg először az elpusztult erősségek. A világháború után elsőként a budai vár középkori falainak visszaépítése kezdődött el. Hogyan folytatódik a munka? Ágyuk helyett szobrok sorakoznak az újjászületett komáromi csillagerődben. Hogy egy mindössze romjaiban fennmaradt vár miként nézhetett ki Hajdanán, ez a kérdés talán a legtöbbünkben felmerül. König Frigyes nem csak felkereste és lerajzolta a Kárpát-medence fennmaradt vagy elpusztult erősségeit, de képzőművészként újra is álmodta azokat. Hogyan nézhetett ki Sümeg, Csókakő, Erdőd, Sárospatak vagy éppen Egervára, amikor valamennyi fala és bástyája állott? Az egykori erősségek König Frigyes torrajzain elevenedtek meg, mégpedig régi térképek, hadmérnöki felmérések, korabeli ábrázolások és saját vázlatai alapján. A magyar várokról sosem készült átfogó lexikon. A Munkácsy díjas festőművész ezt a hiányt szerette volna a maga módján pótolni. A kézirat kötet 1000 oldalán, majd 1600 történelmi helyszínről 4000 rajz szerepel. Az albumot 2001-ben adták ki, Várak és erődítmények a Kárpát-medencében címmel. Tudományos kézikönyv, szórakoztató ismeretterjesztő mű és a dicsőséges múlt nosztalgikus idézése írták az albumról. Alig 10 évvel később már a második kötet került nyomdába, címe Historia Picta Castellorum. Azóta sorra jelennek meg munkái a témában, így például a végvárakról a Magyar Királyságban, de külön kötetben foglalkozott a térség oszmán török erődítményeivel, Horvátország és Dalmácia váraival. És itt van velünk a stúdióban König Frigyes festő és grafikus művész. Jó napot kívánok önnek! Na hát rengeteg várrajzot készített már. Mennyi ez összesen? Hány ezer? Hát olyan 4 felett. 4000 fölött. Az a helyzet, hogy a kedvenc könyvemnek a szerzője, van egy König Várak című könyve, és én gyönyörködve szoktam nézni. De milyen elemzéseket kellett ehhez megejtenie, hogy ezeket lerajzolása, hiszen volt olyan, elmentem kirándulni, és azt láttam, hogy ott már csak néhány kődarab volt, meg esetleg egy sáncnak a nyoma. Önnek kutatnia kellett mindegyikhez. Természetes, gyakorlatilag ez egy mániának köszönhető, nem ez a fő hivatásom, de mint képzőművész, és én rajzokkal teszek eleget ennek az igénynek, végül is mégiscsak a tevékenységemnek az egyik része. Igazából, ahogy ez az adatgyűjtés vagy anyaggyűjtés elkezdődött, ez még a számítógép előtti időszak, és tulajdonképpen a magam számára készítettem jegyzeteket. És amikor ezeknek az első nagy dózisát észrevette Cserményi Vajk, a Székesfehérvár István Király Múzeum régésze, ő kezdeményezte, hogy ez a vastag kötet kiadásra kerüljön, és utána viszont a szakma számos képviselőjével megismerkedve, egyrészt módszert, szempontokat váltva, illetve fejlesztve tovább folytattam, tulajdonképpen mai napig ezt a tevékenységet. Mennyire mérnöki hitelességűek ezek a rajzok, és mennyire van benne az ön fantáziája? Ezek abszolút mértéktartó, bizonyítva azt, hogy az emberi fantáziánál tulajdonképpen a tényekre alapuló dolgok azok sokszor gazdagabbak. És a szakma miként fogadta ezt a munkálkodást? Most nem a grafikus szakmára gondolok persze, hanem mondjuk a művészettörténészek, régészek, akik a várakkal foglalkoznak. Én ebben annyit tapasztaltam, hogy megőriztem azt a pozíciómat, hogy én képzőművész vagyok, és nem tekintem magam régésznek.
Ilyen formában viszont iszonyatos szabadsággal tudtam részt venni az egészben, nem kötöttek engem korok, nem kötött egy szakmai szempontrendszer, például egy funkció egy helyreállításnál. Ilyenek. Gyakorlatilag én ehhez a tulajdonképpen csapatmunkához úgy tudtam hozzájárulni, hogy bizonyos fázisokat, bizonyos elképzeléseket, rekonstrukciókat, térbeli megvalósításokhoz való hozzájárulással tudtam támogatni. Közben én meg nagyon élveztem. Hát persze. Itt van velünk Üveges Attila is, a Pazirik Informatikai Kft. Cég vezetője. Jó napot kívánok önnek, csak Skype-on tud kapcsolódni hozzánk most. Jó napot kívánok, én is üdvözlök mindenkit. Na hát a szakma segítségére mennyire tudnak számítani, amikor elkészítik ezeket a felújításos videóikat? Nem is tudom, hogy hány várat építettek már újjá így virtuálisan? Hát nagyon sokat, amennyit lehetett itt. Hál' Istennek Magyarországon az elég sok vár és várom található, és a Pazirik Informatikai Kft. Már 16 éve foglalkozik emleti rekonstrukció készítésével. És hát megszámolni sem tudjuk, hogy hány várrekonstrukciót készítettünk el. Itt, ahogy a Frigyes is említette az előbb, ez egy alkotói folyamat, amiben számos szakterület kutatói, képviselői vesznek részt. Ők adják meg nekünk a bemeneti információkat, és az alapján készítjük mi el az elméleti rekonstrukcióinkat. A fő szempont természetesen nálunk a tudományos megalapozott kutatási adatokra épülő hiteles rekonstrukció elkészítése. Hogy kezdődik egy ilyen munka? Mi az első lépés? És aztán hogy épülnek egymásra a különböző szintek? Hát ez egy nagyon izgalmas és hosszadalmas folyamat. Tehát egy ilyen elméleti rekonstrukciónak az elkészítése az, hogyha ha tényleg táj- és környezetrekonstrukcióval együtt készítjük, az akkor ilyen 6-8 hónapot is felölelhet. És az első az a bemeneti adatoknak a feldolgozása. Ugye a legfrissebb kutatási eredményeket megkapjuk a régészektől, történésztől, adott területek a kutatóitól. Emellett még a modern technológiai eszközök segítségével végzünk felméréseket, 3D fotogrammetriai felmérést, ha van lehetőségünk, akkor beszkenneljük térszkennel segítségével a helyet, és drón felvételeket is készítünk a várról, különböző nézőpontokból, felülnézetből, és ezeket az adatokat, hogyha feldolgozzuk, akkor kezdődik az első szakasza a modellezésnek, ami az úgynevezett clay modellnek az elkészítése. Ez egy teljesen natur, tiszta, textúra nélküli modell állapotot kell itt elképzelni. És itt már például előjöhetnek olyan eltérések, amik a kutatási adatokat ugye mi figyelembe vesszük, de ahogy építjük fel a modellt, ott például előjön, hogy a tetőszög, azzal a megadott tetőszöggel a fal csatlakozása az már nem jó, az ablakkiosztás, ne adj Isten, három helyet mondjuk csak négy tud kijönni, tehát ezek az eltérések már előjönnek ebben a szakaszban, és ilyenkor visszaküldjük a szakértői csapatnak, és az ő feladatuk az, hogy akkor eldöntik, hogy tulajdonképpen hogyan is nézzen ki a végleges elméleti rekonstrukció. Mit gondol, hogy az önök munkája, amikor elkészítenek egy ilyen animációt, egy ilyen rekonstrukciót, akkor az hat-e arra, hogy valóban létrejöjjön majd az a vár, vagy az a kastély valóságban, tehát megfoghatóan is? Mindenképpen hat, és azért is mondtam, hogy alkotói folyamat, ugye egyszer hat a kutatási adatokra, eredményekre, egyszer pedig hat igen a projektekre, a kivitelezési felújításos projektekre, viszont az fontos kiemelnünk, hogy mi azt mindig mondjuk, hogy így nézhetett ki, ahogy mi elképzeltük, és az adatok alapján rekonstruáltuk a várat. Tehát nem azt mondjuk, hogy ilyen volt, hanem hogy így nézhetett ki feltehetőleg. És ezek elméleti rekonstrukciók, ezek nem látványtervek. König Frigyesnek vannak-e még tervei? Figyel arra, hogy amikor valamilyen új adat kiderül valamilyen várnál, akkor újra rajzoljon egy-egy rajzot? Abszolút, és mondjuk ennél érdekesebb dolog nagyon kevés van. Igazából dokumentációk
a 16. századtól állnak a rendelkezésünkre. Egyszerűen fantasztikus, hihetetlenül gazdag ez a forrásanyag, ami ugyanerről a dologról szól, és én mondjuk mellőzném azt a hát kissé mondjuk túlzott álláspontot, hogy naívnak vagy primitívnek találnak korábbi ábrázolási módokat. Nem, akkor annyit tudtak. Tulajdonképpen, amit most csinálunk, nyilván egy olyan 30-40 év múlva is kritikával fogják illetni azok, akik ezzel foglalkoznak majd. De akkor annak fogunk örülni, hogy már többet tudunk róla. Ez a világ természete. Nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek a beszélgetést, Üveges Attilának is, König Frigyesnek is, és megyünk tovább. A Lovarda, az őrségi épület és a pénzügyminisztérium a Hausmann programnak, talán ezekről az elemeiről esik a legtöbb szó, pedig a budai várban zajló építkezésnek jelentős részét teszik ki az egykori védművekkel kapcsolatos fejlesztések. Álványok rejtik Karakas pasatornyát, amely Hajdan volt építtetőiről, Karakas Mehmet budai püspökről kapta nevét. A törökkori védműnek azonban csak az alapjai maradtak fenn, azokra emelték az új falakat mintegy 70 évvel ezelőtt. A bástya restaurálása és belső átalakítása lesz a programnak a következő olyan része, amely hamarosan elkészül. Amit most látunk, és amit mi felújítottunk, az a második világháború után készült, tulajdonképpen ez egy modern építmény, de persze az eredetit vették alapul akkor is a szakemberek, úgyhogy mi most ehhez nem nyúltunk, csak annyiban, hogy felújítottuk és új funkciót fog kapni, hiszen heteken belül kávézóként, mosdóként és információs pontként találhatják majd meg a látogatók. A most ismert budai várat IV. Béla király kezdte el építetni a tatárjárás után, 1255-ben pedig oklevélben, mint már megépített várat említi. A budai vár az elmúlt évszázadokban a magyar állami és egyházi élet, a kultúra, a polgárosodás és a magyar szabadság bástyája volt. Sok rombolás és elhanyagoltság után a várnegyed ismét a figyelem középpontjába került. Számos része, épületek és védművek újulnak meg, vagy épülnek újjá a Nemzeti Hausmann program keretében. Ennek most már azért sok eredménye látható, gondolhatunk itt a mögöttem látható lovardára, vagy akár az innen nem messze lévő főőrségépületére, mind a két olyan épület, amely egykor a századfordulón itt állt, Hausmann Alajos tervei szerint készült. A sok minden mellett nagyon fontos az is, hogy a várfalakat is megújítsuk a Nemzeti Hausmann program keretében, és az a célunk amellett, hogy szebbek lesznek a várfalak, hogy olyan tereket is meg tudunk nyitni, amelyek eddig nem voltak bejárhatóak, és a hosszú távú célunk pedig az, hogy az egész budavári palota negyed körbejárható legyen a várfalakon keresztül is. A mai várfalainak alapját mindenképpen a középkori várfalak adják. Azonban a történelem viharában nagyon sok pusztulás, át- és ráépítés történt. Ahol meg tudjuk őrizni a középkori részeket, ott erre különös figyelmet fordítunk. Ilyen például a Hausmann-féle rámpa, ami szintén itt a Csikós udvaron áll, és a fehérvári rondella is egy olyan építmény, amelyik a középkortól fontos szerepet töltött be. A felújítás során értékes tárgyi leleteket, köztük II. Ferdinánd magyar király ezüst dénárját, középkori lépcsőket és várfal szakaszokat tártak fel a várkapitányság régészei. A területet alaposan végigkutatják a régészek, és általában a legtöbb esetben találnak is kincseket. Itt nagyon sok mindenre kell gondolni, akár régi épületmaradványokra, törökkori érmékre, pipákra, római kori leletek is erőkerültek, kisebb edények, vázák, tehát tulajdonképpen itt a világ egész történelme itt lapul a föld alatt és a falakban is. Megújul az ország és a főváros egyik szimbolikus helye, a Citadella is. Nem csak a falakat restaurálják. Budapest legszebb panorámájú pontján új, parkosított felületek és közösségi terek születnek. Yeah.
Tehát a budai várról beszélgetünk most, de mielőtt beszélgetnénk a legfrissebb eredményekről, Terei György régésszel, aki a vendégem, jó napot kívánok, jó estét kívánok önnek. Előtte azért mégiscsak kérdezném arról, hogy a II. Világháború után azért zajlott már felújítás a budai várban. Mit gondol, hogy ez a mai szempontoknak, mai igényeinknek megfelel ehhez a felújítás? Vagy ezek a felújítások, mert több is volt? Gerevics László 1948-ban kezdte el az ásatásokat, és egészen az 1960-as évek elejéig végzett. És utána a Gerő László volt, akinek a tervei alapján elkészültek azok a helyreállítások, amiket ma is láthatunk. Én azt gondolom, hogy ő egy visszafogott módon rekonstruált, mert egyszerre rekonstruált és állagmegóvott, mert számtalan olyan elem jelent meg, amit az elmúlt 200-300 évben nem lehetett látni, tehát csak a feltárások hoztak napvilágra. Én azt gondolom, hogy ő nagyon odafigyelt arra, hogy csak azt mutassa be, csak azt rekonstruálja, ami biztos. Nagyon kevés olyan pontja van a munkájának, ami hipotetikus volt. Néhány példa. A gótikus terem, ami mai napig is látható a Budapesti Történeti Múzeumban, abból elég kevés maradt meg, de a legfontosabb pontok, ami alapján az a tér rekonstruálhatóvá vált, az megmaradt, és ebből meg is tudták építeni. De a források alapján tudjuk azt, hogy volt e fölött egy másik tér, de amiből már semmi sem maradt meg, és ehhez nem is nyúlt hozzá, tehát ezt nem is építette föl. Hát igen, a budai várnál azért nagyon nehéz azt végig gondolni, hogy melyik rétegig szeretnénk eljutni. Igen, ez így is van, tehát én azt gondolom, hogy minden uralkodó tulajdonképpen Nagy Lajos óta hozzányúlt kisebb, nagyobb munkával a palotához. Nagyon érdekes például a kápolna esete, ahol lehet látni az újkori falakat, beleékelődnek a középkori térbe az újkori falak, és így kell bemutatni. Itt látszik a középkori kápolna is, és az újkori falak is. Hát ez izgalmas helyzet. Néhány esztendővel ezelőtt, már nem is tudom, évtizede is volt talán, amikor az amerikai nagykövetség visszaadta Táncsics Mihály egykori börtönét a Magyar Államnak, és ez új lehetőségeket adott a feltárásra. Pontosan mit? Maga a terület egy nagyon izgalmas rész, hiszen a Táncsics Mihály utca 9 azt a királyi házat, azt a Magna Curia Regis nevű épületegyüttest takarja, amelyik IV. Bélától a király és a királynak a közösségét, amikor Budán járt, szálláshelyet biztosított neki. A kutatás az tulajdonképpen az alsó északi részre fókuszált, az erdélyi bástya területére. Az izgalmas az volt, hogy 1962-ben Zoldonyi Lászlónak volt lehetősége fönt is, meg itt az alsó területeken is régészeti feltárást végezni, úgyhogy picit Zoldonyi László munkássága után is tudtunk feltárást végezni. Az izgalmas az volt, hogy itt egy nagyon fontos pontja volt a budai várnak, hiszen egy tompa szögben törő rész van, ahol mindenképpen fontos volt, hogy 270 fokba láthassanak a védők, és már valamikor a 14. század legvégén, 15. század legelején egy félköríves erődítés volt. Majd az 1530-as ostrom után látszott, hogy ezt a helyet meg kell erősíteni, és Szapolyai János egy hosszan előreugró bástyát, az erdélyi bástyát építette ide, aminek mi a nyugati falát 20 méter hosszúságban tudtuk feltárni. A feltárás fantasztikus izgalmakat hozott, hiszen megtaláltuk a falat 6-7 méter magasságban, egy felvonó hidas kaput az összes tartozékával együtt, természetesen a famaradványok nem maradtak meg, de a kő és a fém leletek megmaradtak, megmaradt a persejkő, megmaradt az ajtóhoz tartozó pántok, az a lakat, amelyik bezárta az ajtót, és az a csiga is, amelyiken a felvonó hidat felhúzták, az is megmaradt.
Azt tudjuk, hogy ezek hogy pusztultak el? Tulajdonképpen az 1686-os ostrom során pusztult el. Tehát amikor a töröktől visszavették a keresztény seregek a várat. Igen, és a 18. század elején itt egy sokkal szélesebb bástyát építettek, és feltöltötték a romokat, valószínűleg a budai várostroma során keletkezett törmelékkel, tehát itt keverve megtaláltuk az árpádkori leletektől kezdve a törökkori leletekig nagyon sok mindent, és mivel itt soha később nem volt beépítés, ezért ez megmaradt, tehát amikor mi ezt feltártuk, az a kép fogadott, mint ami a 1686-os állapot volt. Nagyon izgalmas, mindjárt még szót váltunk másról is, mert hogy az 50-es, 60-as években újjáépített várfalak hamarosan aztán a filmeket is megihlették. A Kőszívű ember fiai című film egyes a szabadságharccal kapcsolatos jeleneteit is a budai várnál forgatták. De vajon pontosan ott forgatták, ahol az események eredetileg is zajlottak? Erről fogom kérdezni mindjárt vendégünket, de előtte nézzünk bele a filmbe. A tankönyvekben is rendszeresen szereplő ábrázolások, ahogy Budavárának falait ostromolják a magyar honvédek. A külalakú bástya azonban nem csak a festményekről, rajzokról lehet ismerős. A jellegzetes parszakasz az 1965-ben bemutatott film, a Kőszívű ember fiai képsorain is jól felismerhető. A budai várnak ez a része nem sokkal a forgatás előtt kapta meg régi új formáját. A II. Világháború után ugyanis a középkori védműveket építették vissza. A rekonstruált részek a falak előtt a kitisztított domboldallal kiváló helyszínt biztosítottak a filmeseknek. A jelenet azt a mozzanatot mutatja, amikor a magyar seregek áttörik a falat és bejutnak a várba, visszafoglalva azt az osztrákoktól. Persze a filmtől nem várjuk el az ilyen típusú történelmi hitelességet, de mégiscsak érdekes, hogy ennél a bástyánál történt valójában az áttörés 49-ben, vagy pedig nem? Nem itt történt, a fehérvári rondellánál történt. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az a fontos ebben a helyszínben, meg illetve ebben a filmben, hogy a budai várat vették alapul, és ahogy elhangzott előbb is, itt volt olyan lehetőség, ami a filmeseknek fontos volt, itt volt olyan nyitott tér, ahol ezt az ostromot meg tudták csinálni. Én azt gondolom, hogy ez egy pici kis történelmi pontatlanság, de hát ez belefér, ha csak azt vesszük, hogy az egri csillagokat sem az egri várnál vették föl, én azt gondolom, hogy ez hasonló dolog. Hát igen, mert ez a Buzogánytorony melletti déli rondella, ugye, ahol felvették, és nem ott történt teljesen, de egyébként Budát megostromolták, és mi büszkék lehetünk arra, amit 48-49-ben az őseink tettek. Igen, ez így van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, ágyuk helyett ma már szobrok sorakoznak a komáromi csillagerődben, amely a Liget projektnek köszönheti újjászületését. A történelmi helyszín mostantól egyben kulturális csemege is. E falak közül indult törökök elleni portyázására Pálffy Miklós kapitány. Itt tartotta utolsó katonai szemléjét Klapka György, és innen figyelte a komáromi csata alakulását Görgei Artúr. A jó ideig bevehetetlennek bizonyuló komáromi erődrendszer éke, a csillagerőd is a klasszikus várépítészet utolsó fázisában a kor legfejlettebb technikájával épült. Ennek az erődnek az erősségét pont az alakja, ez a négy kő bástya adja. Itt az erődön belül néhány száz katona tudta védeni. Mind a bástyákon, mind az erőd belső épületeinek a tetején 4-5 méter vastag földréteget raktak, hogy ezektől az ágyúgolyóktól megvédjék az erőd épületeit. A vár az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején jutott főszerephez. Az ostromról legendák is születtek, hiszen az erőd katonái minden reggelre újjáépítették azt, amit az ellenség előtte lerombolt. Az osztrákok azt gondolták, hogy ez csak úgy jöhet létre, hogy a Duna alatt van egy alagút. Azt nem vették észre, hogy az észak-komáromi hajósok egész éjjel csónakokkal, sajkákkal, mindenféle úszó alkalmatossággal annyit fordultak, és annyi utánpótlást hoztak ide a csillagerődbe, hogy ebből az utánpótlásból és anyagokból visszaépítették a védműveket minden éjjel. Az osztrákok továbbfejlesztették az erődítményeket, ám mire befejezték, haditechnikai szempontból már elavultnak számítottak.
így a Csillagerődöt előbb lőszerraktárnak használták, később menekült és internáló tábor lett, de volt, amikor zöldségraktárként, sőt, káposztasavanyítóként szolgált. 2005-től az épület magára maradt és visszafoglalta a természet. Fordulópontot a 2014-es esztendő hozott. Erődöt teljesen felújították, körülbelül 7 milliárd forintból, és ehhez az erődhöz hozzá is kellett építeni. Tehát a történelmi falakat, a történelmi épületet is teljesen felújították, plusz Mányi István építész ötletei alapján hozzáépítettek a mögöttem látható Colleoni csarnokot. Ma már újra eredeti állapotában láthatók az ágyú és lőállások. Az épületet pedig megtisztították az utólagos válaszfalaktól, átalakításoktól. A központi csarnok kivételével, melyben a Szépművészeti Múzeum gipsz másolat gyűjteményének legmonumentálisabb darabjai láthatók, a Csillagerőd ma éppen úgy fest, mint amikor a hadmérnökök megálmodták. Bár igazán nem ez volt az elsődleges szándékunk, de talán kirándulási tippeket is adtunk az elmúlt órában önöknek. Az M5 História jövő héten történelmi rejtélyekkel és bűnügyekkel várja önöket. Íme. Károlynak nem csak Magyarországon voltak ellenségei, hanem Itáliában is. Nagyon nem szerették volna, hogyha visszatér és a jogos örökségét átveszi. Mi is volt a büntetés? Az összes gyermekét kivégezték, illetve az unokáit száműzték. András herceg meggyilkolása egy borzasztó eset volt. A gyilkosság értelmi szerzője valószínűleg Valois Katalin, 6. Fülöp francia király testvére volt, aki különben testvére volt Johanna édesanyjának is. Kedves nézőink, önök az M5 Históriát látták. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban várjuk önöket. Kövessenek minket a közösségi médiában is, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclip.hu weboldalon és a YouTube-on is természetesen. Viszontlátásra!